Az ökumenikus imahét Székesfehérváron vasárnap a Széchenyi úti református templomban spányianta a katolikus megyéspüspök celebrált a misével kezdődött. A több mint száz éves hagyományjal rendelkező rendezvénysorozatot városunkban a katolikus, az evangélikus, a református templomokban, valamint a baptista imaházakban tartják. A program célja a keresztény egység erősítése. Spányi Antal szerint sok olyan probléma áll fenn ma a világban, amelyek miatt a keresztényeknek hallatni kell a hangjukat. Az igazság arra késztet bennünket, hogy azt mondjuk el, hogy azt képviseljük a világban, és ezt akkor tudjuk hatékonyan képviselni, hogyha a lélekre figyelünk, ha a lélek szavát mondjuk, és hogyha azt együtt tudjuk mondani. Hogyha együtt szólunk, Isten lelke egy hangon szól belőlünk, akkor azt a világ meghaltja is, meghalja is megérti. Én úgy gondolom, hogy ez a ökumenikus imahét is elfelé segít bennünket. Az ökumenikus ima hét hétfőn a baptista imaházban folytatódott, ahol Bence András evangélikus lelkész. Kedden, szintén ezen a helyszínen Steinbach József a Dunántúli Református Egyház kerület püspöke, a Magyarországi Egyházak ökumenikus tanácsának elnöke lesz a vendég. Szerdán a Budai úti református templomban Tornyai Gábor katolikus plébános, csütörtökön az Öreghegyi Magyarok Nagyasszonya templomban Balogh Péter baptista lelkipásztor hirdetigét. Az evangélikus templomban pénteken Brunner Vilmos, református lelkész, szombaton Kovács Dániel baptista lelkipásztor szól a hívekhez. Az ökumenikus ima január 28-án vasárnap a Szent István székesegyházban Szemerei János a nyugati evangélikus egyház kerület püspöke zárja.